Van ugye 5 jelölt legalábbis eddig, és gyakorlatilag megkezdődött az ellenzéki előválasztási kampány. Dobrev Klára, Fekete Győr András, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter ABC sorrendben a jelöltek névsora. Felkerestük őket, és az alábbi kérdéseket tettük fel. Egy, mitől lenne jó miniszterelnök, mik a hiányosságaik vagy a gyengeségeik, mik a legfontosabb választási ígéreteik, és milyen lesz az ország 2030-ban. Hat párt, hat pártvezető, hat pontos megállapodás a közös kormányzás alapelveiről. Az ellenzéki pártok ezzel nyitották az évet, és azóta is folyamatos az egyeztetés a jövőbeni hatpárti koalíciós kormányzás kialakításáról. Személyesen és online is részt lehet majd venni az ellenzéki előválasztáson, az első forduló szeptember közepén lesz. A megállapodással, hogy online is lehet szavazni, gyakorlatilag az utolsó vitáskérdés is lezárult. Most már csak a közös jelöltek, és leginkább a közös miniszterelnök személyét kell megtalálni. Emlékszünk azokra a castingokra, amelyeket az ellenzéki oldalon produkáltak a pártok. 2009-ben Gyurcsány Ferenc lemondása után 10 név is felmerült, mire Bajnai Gordont kiválasztották. Közös listáról, közös jelöltekről és közös miniszterelnök jelöltről tárgyaltunk az elmúlt napokban. 2014-ben hosszú vita után a választás előtt 3 hónappal született meg az együttműködés. Gyurcsány úr meghívott, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi az ő javaslata. 2018-ban még a választás előtti napokban is ment az egyeztetés az összefogásról. Ennél mérföldekkel jobban állnak most a pártok. Elsőként már tavaly nyáron Márki-Zay Péter jelentette be az indulását, majd évelején Jakab Péter Jobbik elnök, majd Fekete Győr András Momentum elnöke, hosszas kivárás után 2 hete Dobrev Klára, és legvégül tegnap Karácsony Gergely. Bár senki se ismeretlen, de nézzük egyenként ABC sorrendben, hogy kik is a jelöltek. Dobrev Klára 49 éves közgazdász, jogász, az Európai Parlament alelnöke, az Altus ZRT vezérigazgatója. Fekete Győr András, 32 éves jogász, a Momentum mozgalom elnöke. Jakab Péter, 40 éves történelemtanár, országgyűlési képviselő, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke. Karácsony Gergely, 45 éves politológus, szociológus, a Párbeszéd társelnöke, Budapest főpolgármestere. Márki-Zay Péter, 48 éves villamosmérnök, közgazdász, a Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere. Annak érdekében, hogy jól láthatóak legyenek a hasonlóságok és a különbségek is, minden jelöltnek ugyanazokat a kérdéseket tettem fel. Karácsony Gergely a szombati bejelentés előtt nem akart interjút adni, de a beszédéből sok mindenre választ kaptunk így is. Jöjjenek tehát a kérdések. Elsőként, hogy mitől is lenne jó miniszterelnök? 22. áprilisában az új miniszterelnöknek szerintem 3 tulajdonsága kell, hogy legyen. Az egyik az egy tapasztalat, hogyan működik az állam, hogyan lehet jól irányítani az államot, hogyan lehet újraépíteni a romokat. 2 kell, hogy legyen határozottsága. A Fidesz utáni világot és különösen a NER lebontásához kell, hogy legyen erő, határozottság és elszántság. És a harmadik talán a nemzetközi kapcsolatrendszer, hiszen Magyarország reputációját újra kell építeni. Európában is, meg a világban is. Mind a 3-ban úgy érzem, hogy én mind a 3-ban elég erős vagyok. Csak egy olyan miniszterelnök hozhatja Magyarország számára a jobb életet, aki nem csak az Orbán rendszert tudja leváltani, de utána képes lesz egy hatpárti koalíciót, a hatpárti koalíció szavazótáborával együtt is egyben tartani. Erre csak egy olyan miniszterelnök jelölt képes, aki valóban összeköti az embereket. Nálunk nem arról szól a politika, hogy mit veszünk ki a közösből, hanem hogy mit teszünk hozzá. Ez egy egészen más filozófia, és azt gondolom, hogy a pártoknak és Magyarországnak nagy szüksége van erre a filozófiai változásra. Én fociztam sokáig, és én irányító középpályás voltam, ami azt jelenti, hogy az ember középen áll, átlátja a pályát, helyzetbe hozza a többieket, és amikor kell, akkor ő szerez gólt. Késznek és képesnek érzem magam arra, hogy a demokratikus ellenzéki pártszövetség élén legyőzem Európa legmohóbb, leggátlástalanabb, legcinikusabb, legönzőbb kormányát. De azt hiszem, késznek és képesnek érzem magam arra is, hogy
ami ennél talán fontosabb, hogy ne csak a kormányt cseréljük le, de megváltoztassuk a politikát. Nem csak az erényeikre, de a hiányosságaikra is kíváncsi voltam. Karácsony Gergely az elmúlt hét után talán a nyelvtudását említette volna. Képesek legyünk hallgatni is, ne csak beszélni. Kérdezni is, ne csak válaszolni. Felvértezni magunkat, de ne csak hangerővel, hanem tudással is. Fejlődni, tanulni, ha kell egymástól, ha kell nem másoktól. Nekem speciál, ha jól gondolom, az angol tanáromtól is. Mutatom a többiek, mit tartanak a legnagyobb gyengeségüknek. Néha talán egy picit több lazaság az nem árt. A fővárosi emberek megszólításában nem állunk a legjobban. Nem vagyok kellően alkuképes, hogy így mondjam. Perfekcionizmus talán. Kevéssé örülök annak, amikor elértünk egy sikert, hanem mindig azt nézem, hogy hogyan lehetne 100%-os valami. És hogyha 95%-os, akkor marad bennem egy kis hiányérzet. És szerintem ez nem jó. 3 évvel ezelőtt Karácsony Gergely több mint valószínű, hogy az MSZP párbeszéd listájára szavazott, végső soron magára. Most megkérdeztem a jelölteket, hogyha magukra nem, akkor versenytársaik közül kire szavaznának. Én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel rendelkeznie kell egy majdani miniszterelnöknek egy hatpárti koalíció élén. Karácsony Gergelyt szoktam mondani, mint akit még alkalmasnak találok. Nem csak az ország vezetésére nyilvánvaló, hiszen arra sok mindenki alkalmas, hanem hogy ki az, aki a bizonytalanoknak legalább egy jelentősebb részét meg tudja szólítani, és így képes lehet Orbán Viktort legyőzni majd 22-ben. Dobrev Klára azt mondta, azért indul, mert magában hisz. Fekete Győr András pedig azt, hogy erre csak egy miniszterelnök jelölti vita után tud válaszolni. Ez az ország, ez szépül. Egy percben reagáljon. Sok mindent megígértek, amit nem teljesítettek. Beszélni én is tudok. Apropó vita. Miniszterelnöki vita nem volt másfél évtizede. Kérdés, hogy ez a választás hoz-e ebben változást, és ha igen, mihez kezdenének a jelöltek Orbán Viktorral? Ezt abban a pillanatban meg fogom mondani, amikor ott állunk egymással szemben. Azt gondolom, hogy Orbán Viktornak a legkellemetlenebb az, hogyha valaki időnként szembesíti azzal, hogy ő saját maga mit mondott 2009 előtt. Gyurcsány Ferenc nagyon bölcsen belátta azt, hogy hátra kell lépni egy sort. És én azt kérdezném, hogy hol van ez a bölcsesség önből, miniszterelnök úr? Miért tetted ezt, király? A pártok a hónap végére ígérik, hogy kész lesz a hatpárti közös program. Az már most látszik, hogy az elszámoltatás kulcsfontosságú lesz benne. De mindenkinek van szívügye, ami ha ő lesz a közös miniszterelnök jelölt, bizonyára hangsúlyosabb lesz. Mi lesz a legfontosabb választási ígérete? Vissza kell állítani az ország nemzetközi reputációját. Amit én nagyon szeretnék, az a nemzeti egység megteremtése. Mert mindent ebből lehet levezetni. Amikor egy egységes nemzetről beszélek, akkor arról beszélek, hogy végre nincsenek kiváltságosok ebben az országban. Nincs urambátyám rendszer. Ha 2022-től végre nem leszünk következmények nélküli ország, akkor teljesen mindegy mostantól, hogy ki lesz majd hatalmon a kormányon a következő évtizedekben, kénytelen lesz az országot gazdagítani, és nem saját magát. Az oktatás. Én azt látom, hogy Magyarország az akkor lehet egy sikeres nyugati ország, hogyha minden magyar embernek, és nem csak a fiatalnak, hanem az idősebbeknek is megadjuk a korszerű tudás lehetőségét. Mert a tudás hatalom. A célunk nem több, de nem is kevesebb. A kiváltságos kevesek 1%-ának trónfosztása a 99%-i többség érdekében. Hogy a hatalom embereit fölváltsa az emberek hatalma. Hogy Magyarország felélegezzen, megnyugodjon, és mindannyiunk közös otthona legyen. Kérdés persze, hogy egy olyan helyzetben, amikor az adópolitika is alaptörvénybe van foglalva, amikor az összes állami intézmény vezetője 9 évre 2/3 megválasztott, akkor egy nem Fidesz vezette kormány rendelkezik-e bármilyen mozgástérrel? A jelöltek szerint igen, és 2/3 nélkül is. És erre kész jogi válaszaik vannak. Politikai vitákon túl a választókat valószínűleg mégiscsak az érdekli leginkább, hogy aki vezeti az országot, annak van-e és milyen víziója Magyarországról. Milyen lesz ez az ország 2030-ban? Kicsit kevesebbet betonba és fémbe,
sokkal kevesebbet stadionba és térkőbe, és rendkívül sok befektetést abba, hogy az embereknek jobb élete legyen Magyarországon. Így fognak visszajönni azok, akik elmentek. Egy szabad ország lesz, ahol az emberek anyagilag is szabadok, tudatilag is szabadok, ami azt jelenti, hogy szabadon tudnak döntéseket hozni. Ha egy olyan szabad, demokratikus, fejlődő ország lesz Magyarország, ahol jó jel, ahol szeretetben elfogadjuk egymást bőrszintől, vallástól, irányultságtól függetlenül. Tehát ha egy ilyen békés, boldog ország lesz Magyarország, akkor meg lesz a gyermekáldás is. Egy olyan ország lesz, ahonnan nem kell majd elmenni nyugatra, és ahova érdemes lesz majd hazajönni nyugatról, ahol euróval fogunk fizetni, ahol a gyerekeink, amikor bemennek majd az iskolába, akkor projekt alapon fognak tanulni, jól megfizetett és megbecsült tanári karral együtt, ahol lesz elég ápoló a kórházakban, mert meg nem csak az orvosokat, hanem az ápolókat, meg a mentősöket, meg a szakdolgozókat is meg fogjuk fizetni, ahol 4 napos lesz a munkahét. Lehet olyan országunk újra, ahol egy kis faluban egy 4 gyermekes özvegyasszony nincs magára hagyva. És a gyermekei el tudják érni azt, hogy ki tudják teljesíteni a bennük meglévő tehetséget. Az igazi előválasztási kampány szeptemberben indul. Addig igazából még bárki bejelentkezhet az előválasztásra, civilek, álcivilek egyaránt. A pártok azt remélik ugyanakkor, hogy a trollokat ki tudják szűrni azzal, hogy 20 000 támogató aláírást kell összegyűjtenie egy jelöltnek. Hogy a kampányban lesz-e jelölt-jelölti vita, még nem dőlt el. A pártok ugyanis félnek attól, hogy a választók nem vitaként, hanem civakodásként értékelnék azt. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták. Azt is megkérdeztük különben mindenkitől, már mint az 5 jelölttől, hogyha más nyerni az előválasztást, akkor vállalnák-e a másodhegedűs szerepet, mondjuk a miniszterelnök helyettesi pozíciót, de erre mindannyian annyit mondtak egyelőre, hogy korai még posztokról és osztozkodásról beszélni.